Tisztelettel köszöntök én is mindenkit akkor a sorozatnak ezen a következő alkalmán, a következő előadáson. A pontos címünk úgy hangzik, mindjárt idézem és bocsánat, itt elővarázsolom a digitális vázlatomat, hogy az apostolok nyomában Péter, András, az idősebb Jakab, majd elmondom, hogy mi az, hogy idősebb, János és Fülöp, vagy Filep, akire most viszonylag kevesebb figyelmet szentelek, majd lehet, hogy inkább egy következő alkalommal szólok róla bővebben. Ugye, elnézést, csak vannak gondjaim még mindig, légutiak. Ahogy az el is hangzott, ezek iker előadások, és mindig én vagyok a kisebb testvér, a később érkező. Halkítsuk le, azt kérem, jó? Köszönöm. A lényeg az, hogy egyszer régészeti szempontból történik a tématárgyalás, egyszer pedig hát maga a Biblia belső összefüggései, tanúságai szerint, ez utóbbi mindig az én feladatom. És ugye ma már ott tartunk, hogy Jézus életének, halálának a tárgyalása megtörtént, a születéséről is volt szó, tehát ezeket a témákat már magunk mögött hagytuk. És most azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen utóhatásai figyelhetőek meg az ő szolgálatának. Tehát ez egy olyan élet volt, erről szóltunk a korábbi adásokon is, amely nem hétköznapi volt, sem a jelentőségét, sem a hatásait tekintve, a küldetéséről beszéltünk, és olyan csodálatosan látjuk majd a tanítványok életében, hogy hogyan teljesedik ki az a fajta munka, szolgálat, fáradozás, amit az Úr Jézus Krisztus végzett, a követői révén, a közvetlen tanítványainak abban a fajta szolgálatában, amit azután végeznek jellemzően, amikor ő már nincs köztük. Úgy is mondhatnánk, hogy bizonyos gyakorlatokra ő kiküldte őket életében is, ugye kettesével elküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot, aztán visszatértek, beszámoltak, ő bátorította őket, de igazán éles feladatkörbe akkor és azáltal kerültek, amikor az Úr már elment a mennybe, nem volt tovább velük, látható módon legalábbis. És hát azt fogjuk látni, hogy milyen utat jártak be egyenként, én legalábbis így közelítettem meg ezt a témát, ezt a feladatot, ha lehet így mondani, és milyen tanúságai vannak ennek a mi számunkra ma. Ugye azzal hadd kezdjem, hogy az Úr azt mondta, hogy az evangélium műve, mégis az a szolgálat, amit ő végez, az leginkább a mustármaghoz hasonlít, ami egy elég kicsi mag, de nem tudom mennyire tudjuk, hogy van ennél kisebb mag, mondjuk a mágszem az még kisebb, de ahogy szoktuk mondani, hogy árérték arány, tehát hogy a mag méretéhez képest a növény, ami kinő belőle, talán tényleg a mustármag a legkifejezőbb példa, hogy egy viszonylag kicsi magból, kb. Ekkor egy mustármag, én nekem már volt szerencsém hozzá, egy olyan növény nő fel, ami hát igen, fának tűnik, nem olyan strand, nem olyan erős azért, mint a mustármagból felnövő fa, de bőven nagyobb, mint egy ember, és tényleg olyan fa jellegű, tehát egy kicsi magból egy valóban egy nagy növény nő fel, és ő azt mondta, hogy az a munka, amit ő végez, az nem nagy bevonulással, csindadrattával kezdődik, aztán esetleg elhal, mint sok minden a világban, hanem éppen fordítva, látszólag kicsiben, látszólag gyengén kezdődik el, egy szűk tanítványi kör gyűjtött maga köré, évekig együtt dolgoztak, élték az életüket, végezték a szolgálatukat, aztán az egyikük kihullott, ugye Júdás úgy, ahogy. Aztán évekig még ott viszonylag kicsiben működött ez a dolog, bár pünköstől elkezdett duzzadni számban, és azt mondhatjuk, hogy az első század végére a földközi tenger medencéjét, az akkor általunk is, már történelem révén ma is ismert világnak a kulturális közegét, a római birodalmat lehet mondani, be tudta járni, át tudta járni a kereszténység valamilyen szinten, nem azonos mértékben nyilván a különböző területeit, de eljutott a kereszténység szinte minden sarkába a birodalomnak, és ebben meghatározó szerepet játszottak azok a tanítványok, akik Jézussal voltak sokáig, 3,5 évig, és akik aztán apostollá váltak. Ugye az apostol azt jelenti, hogy valakit elküldtek. Noha a személyek ugyanazok, amíg Jézus élt, nem beszéltünk apostolokról, mert addig ők a tanítványok voltak az iskolapadban idézőjelben, ugye hát más módszerrel folyt az oktatás, ugye együtt lakva a mesterrel, szemléltetve, élethelyzeteket együtt átélve, de
miután Jézus a mennybe ment, vagy amikor Jézus a mennybe ment pontosabban, de akkortól kezdve ő már el is küldte őket, megszűnt az iskola időszak, megszűnt a tanulásnak ez a periódusa, és onnantól már önálló munkát végeztek. Az apostol az annyit jelent, hogy küldött apostoli szolgálatot végző. Itt rögtön hadd jelezzem, hogy Jézus Krisztus 12 tanítványának, de hát maradjunk mindig a 11-nél, most már nyilván értelemszerűen Júdást nem veszük ide, az utóéletét, az, hogy ezt a szolgálatot hogyan végezték, hol végezték, milyen intenzitással végezték, milyen eredménnyel végezték, ezeket a részleteket nem egyforma mértékben, mondjuk így nem egyforma részletességgel ismerjük az egyes apostolok esetében. Kicsit kihívás is lesz nekem a következő alkalom, de most viszonylag ismertebb személyekről lesz szó, ugye majd a végén pedig Pál apostolról egy önálló fejezet, ugye itt a sorozatban, azt nem lesz nehéz kitölteni tartalommal. Itt a felsorolt személyek közül, mint mondtam, főleg Péterre, Andrásra, Jakabra, Jánosra, ugye Fülöpöt említi még, de leginkább három személyre szeretnék kitérni, akikről a legtöbbet tudunk, és elég sokat tudunk, ez pedig Péter, Jakab és János. Ugye azt kell róluk tudni, talán azzal az életrajzi adattal hadd kezdjem, hogy Péter és András édes testvérek voltak, tudnék vérszerinti testvérek, nem csak a hitben, így is lettek elhívva az Úr által. Jól emlékszem, éppen András volt az, aki Pétert hívta. Aztán Péter lett az ismertebb, a meghatározóbb legalábbis, akiről többet tudunk a Bibliából. Jakab és János apostol is testvérek voltak. Ugye a címünk úgy szól, hogy idősebb Jakab, erre majd ki is térek azon a ponton, hogy a Bibliában két szemét is takar az, amikor a Jakab névvel találkozunk. Hát több Jakab is van, de leginkább, akkor így mondom, hogy van az a Jakab, aki, már most, hogy tisztázzuk, akkor ez így egyszerűbb, van az a Jakab, aki a 12 tanítvány egyike, aki Jánosnak a testvére, aki a címünkben is szerepel, ő az a Jakab, aki mártíromságot szenved majd el pünkösd után. Ez az a kivégzés, ami után Péter apostolt is ki akarja végeztetni Heródes, de Pétert nem engedi az Isten kivégeztetni. Van egy csodálatos szabadulása Péternek, de Jakab itt meghal, János testvére itt meghal. Amennyire tudom, ő az első mártír az apostolok közül időrendben. Ott a kérdés viszont, hogyha ez így van, akkor ki az a Jakab, aki apostolok cselekedetei 15. fejezetében, tehát később, az első apostoli zsinaton elnököl, úgy tűnik, hogy ő az elnök, különben is nem Péter. És ki az a Jakab, aki Jakab apostol levelét írta, mert hogy nem lehetnek az a Jakab, aki a János testvére, mert ő meghalt korábban. Ez egy másik Jakab, és talán nem rejtem véghalál, most elárulom, hogy minden jel szerint a Biblia azt mondja, hogy ő pedig az Úrnak volt testvére, nyilván nem teljes testvére, de vélhetően Máriáról. Ugye a Biblia azt mondja, hogy addig nem ismerte a férjét Mária, tudni nem ért vele házasságban, házas életet, amíg meg nem szülte a fiát, ami egy burkolt célzás arra, hogy Mária mindaddig szűz volt, amíg meg nem szülte a megváltót, de a Biblia arra is utal ezzel, hogy utána nem kellett megtartóztatnia magát, ez nem volt egy elvárás, hiszen a megváltó már megszületett. Ezért lehetséges az, hogy ha apáról nem is, onnan nyilván nem voltak neki vérszerinti testvérei, de az édesanyja révén lehettek, ha úgy tetszik, féltestvérek. Mit kell tudni az apostolokról? Mindegyikükre igaz volt az, nem csak a maiakra, hogy úgy lettek apostollá, hogy eredendően nem tanultak teológiát, többet, mint egy átlag izraelita, nem jártak lelkészképzőbe teológiára, hanem az Úr mellett tanultak, ami nyilván többet is jelentett ennél, de amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy ők úgy váltak alkalmassá arra, hogy embereknek elvigyék az evangéliumot, hogy nem voltak profik, ha úgy tetszik ebben, ők elárul, miben voltak profik, legalábbis nagy részük itt éppen a nevezettek is, hát profi halászok voltak. Ők ebből éltek, ehhez értettek. Az Úr mondta is nekik, hogy ideje kihúzni a hálót, bocsánat, a partra,
És azt műveli, hogy ezen túl is halászanak, csak óriási különbség, hogy ezen túl embereket az örök élet számára. Tehát ezek általában egyszerűbb foglalkozású emberek voltak, ugye Pál lesz majd egy kivétel, de ő nem is ebbe a körbe tartozik már, mint akik ezeket az éveket Jézussal töltötték, ő neki egészen külön és saját útja volt, erről majd akkor szólok, ha odaérünk. Tehát az egyik ismérvük, hogy formális tanulási folyamatban akkreditált zsidó iskolában nem vettek részt tanulmányokban, és mégis alkalmasak voltak erre a szolgálatra. Mi volt ennek a titka? A Szentlélek volt. A Jézus Krisztussal töltött 3,5 év az egyértelmű, plusz az, hogy a Szentlélek az alatt is, és azután is, azután igazán úgy tűnik, tudta őket vezetni és felhasználni. Ugye amikor készültem, idéztem magam meg egy klasszikus mondatot, amit egy idős nyugdíjas prédikátor mondott egyszer, és idevág a témánkba. Azt mondta, hogy kezdetben volt a Szentlélek. Ami azt jelenti, hogy ezeket az apostolokat, amit elmondtam az előbb, hogy a Szentlélek képesítette a feladatukra, nem a formális teológiai oktatás. Aztán azt mondta ez a lelkész, hogy de aztán jött az az idő, amikor már kezdetben volt a Szentlélek, aztán megjött az iskola. Tehát az iskola elkezdte megpróbálni elvégezni azt, amit a Szentléleknek kellett volna, de mondjuk nem volt alkalma, vagy nem tudott, vagy nem engedték emberek. És hát a csattanó utána jött, amikor azt mondta, hogy most már se Szentlélek, se iskola. Tehát, hogy ez a mélypont, amikor az igazi nincs meg, az a lélek vezetése, de legalább valami alapos tanulás lenne mögötte, de mikor már az sincs, az már nagyon nem jó. Ezek az apostolok, ezek az igazi oktatásban vettek részt Jézus mellett és a Szentlélek irányítása alatt. Bocsánat ezekért a fulladásokért. Azt kell tudni, az itt felsoroltak közül, ugye itt 5 személy van felsorolva, főleg az a 3, aki ismertebb, nem véletlenül ismertebb. Péterrel, Jakabbal és Jánossal viszonylag, mintha gyakrabban találkoznánk az evangéliumokban. És ha így érezzük, jól is érezzük, mert ez így is van, tudnék, úgy tűnik, hogy bizonyos pontjain, szakaszaiban az Úr szolgálatának maga az Úr is, mint hogyha erre a 3 emberre jobban támaszkodott volna, mint a többiekre. Amikor félre vonult, mondjuk a megdicsőülés hegyére, oda ők 3 kísérték el. Amikor a Getsemánéban imádkozott, oda is őket hívta magával. Úgy tűnik, hogy Péter, János és Jakab, tehát az utóbbi 2 testvére, ahogy mondtam is, minthogyha egy olyan bensőségesebb, szűkebb tanítványi kört alkottak volna az Úr körül. Erre persze valaki mondhatja azt, hogy ez személyválogatásnak hat, de én nem gondolom, hogy erről van szó. Nem ez a kép alakul ki bennünk az Úr Jézus Krisztusról sem, hanem én azt valószínűsítem, hogy a 12 tanítvány sem volt egyforma és egyformán megszólítható, egyformán fogékony, nem egyformán rezonáltak a mester kisugárzására, lehet így mondani lelki értelemben nyilván. És talán éppen ez a 3 ember volt az, Péter, János és Jakab, akik a legteljesebb mértékben, vagy viszonylag a legteljesebb mértékben vissza tudták tükrözni azt, ami rájuk fénylett Krisztusból. Talán ők voltak a leghaladóbb tanulók, nem stréberekre gondolok, hanem lelkileg legnyitottabb tanulók Krisztus iskolájában. Ez jön le az egész történetből, mert a történetekből. És ez következetes, mert nem nagyon olvassuk azt máshol, hogy máshol meg az Úr másik 3 tanítványt részesített volna ebben a kiváltságban, hogy egy nehéz helyzetben magával viszi őket. Tehát nem volt egyfajta rotáció, vagy valami mechanikus dolog, hanem ez így alakult. Vélhetően bármelyikük kerülhetett volna ilyen nexusba vagy kapcsolatba vele, hogyha ugyanaz meg lett volna benne az illetőben, mint ebben a 3. Egy kicsit akkor térjünk is ki rájuk. Én úgy gondolom, hogy ebben a sorrendben néztem is, hogy Péterről a kicsit hosszabban, Jánosról is, és aztán majd erről bizonyos Jakabról is, a János testvéréről. Ezt szeretném a hátralévő időben nagyjából feleleveníteni. Ugye Péter útja, hogy arra utaltam is, ugyan vannak közös vonások az életükben, tehát például az, hogy ők mind halászok voltak. Péter is, András is, János is, Jakab is. Filipre most nem emlékszem, ezért nem merem mondani. Volt köztük a Lévi Máté, ugye ő vámszedő volt, amennyire tudjuk, és
különféle hát, társadalmi, szociális háttérről érkeztek, de a halászok közül elég sok volt, hogy galileiek voltak zömmel. Azt látjuk, hogy Péter útja viszont ezen belül is, mint hogy mindenki egyéni. Tehát hiába vannak hasonlóságok, azért nem egyformák az útjaink, az életünk, következésképpen a személyiségünk, a jellemünk nem cserekompatibilis, nem csereszabatos, nem kompatibilis egymással. Ami közös volt bennük, azon túl mondom, hogy általában egyszerű emberek voltak, halász vagy más foglalkozásúak, hogy mind szerette az Urat. Most Júdást hagyjuk megint ebből a dologból. Mind szerette az Urat, csak hogy azt látjuk az életükben, hogy amikor elkezdődik a közös életük, az együttjárásuk Krisztussal, nagyon látványos az, hogy az ő szeretetük honnan indul. Tehát ez egy nagyon őszinte, de emberi szeretet, ez fejeződik ki sokszor élethelyzetekben. Majd ki is térek rá mondjuk mindjárt Jánoséknál, hogy ők a mennydörgés fiai voltak, ők azzal akarták kimutatni egy esetben a szeretetüket az Úr iránt, hogyha egy szamaritánus falu nem adott helyet neki éjszakára, akkor ők megmutatják, hogy hogy szeretik az Urat, hogy nagy hitük is van, és akkor ők most tüzet kérnek arra a szamaritánus falura, hogy az égi tűz emészze meg őket, hogy nem szégyelik magukat, hogy a mesternek nem adtak helyet. Az Úr pedig erre annyit tudott mondani, hogy nem tudjátok, minél műlélek van bennetek. Hát ő nem azért jött ide, hogy megöldökölje az embereket, pláne a bűnös állapotukban, hanem megmenteni őt. Tehát pont ellentétes volt az ő egész életútjával, életszolgálatával ez, amiről beszélünk. És ennyire nem voltak még ebben a stádiumban ráhangolódva János és Jakab az Úrnak a szemléletére, a gondolatára, nem jól szerették az Urat, hogy így mondjam. Igazítok valamit a gépen közben, bocsánat. Ez egy példa arra, hogy honnan indultak, és azért mondtam ezt el, mert jobban látszik talán, de én Péternél is hasonlót látok, hogy ő olyan értelemben a maga módján szerette az Urat, hogy a szeretete őszinte volt. Mi sokszor az indítékra értjük azt, hogy hát, hogy szeret valaki, de kösz szépen, abból nem kérek, a maga módján szeret. Én nem erre gondolok. Péter, én meggyőződéssel mondom most is, hogy kezdettől végig őszintén ragaszkodással szerette az Urat. De Péterre is igaz az, hogy a maga emberi módján fejeződött ki ez az amúgy őszinte szeretet. Volt, amikor megdorgálta az Urat, amikor az Úr nagy nehezen, el tudom képzelni, a lelkében küzdelem volt, amikor arról beszélt, hogy neki meg kell halni a küldetése értelmében és jegyében, akkor Péter annyit mondott, hogy mentsen Isten, Uram, nem esetik ez meg te veled. Vagyis érezzük mindjárt, hogy mint egy jó nagymama, vagy rokon, vagy bárki, hogy a gondolattól is elborzott, és hát le akarta beszélni az Urat erről, hogy nehogy ilyenekről beszéljen, már még a végén megtörténik, nehogy depresszív legyen. De voltak éppen ez a hang, ez nem segített az Úrnak, hanem ez abba az irányba hatott, hogy visszatartsa attól az eseménytől, és ez nem az emberiség érdeke volt, ez nem az Úr célja volt, ez egy személynek, egy lénynek az érdekeit szolgálta, és ez Sátán volt. Ezért mondta neki az Úr, hogy távozz tőlem, Sátán. Ugye ez nem ilyen sértés volt, hogy lesátánozta Pétert, hanem abban a pillanatban Sátán fel tudta használni Pétert úgy, az Úr visszatartására, elriasztására, legalábbis megpróbálta, ahogy mondjuk a kígyót használta az elején. Bocsánat. Egy biztos, én ezt merem állítani mindabból, amit az evangéliumokban látunk, hogy Péter apostol buzgó, ragaszkodó szeretettel volt az Úr iránt. Sajnos néha nem magának sem megfogalmazottan, de valójában a helyzet arról tanúskodik, hogy okosabbnak gondolta magát az Úrnál, és hát hamarabb szólalt meg, mint kellene. De még egy példa csak, hogy értsük, hogy mikre gondolok. Amikor megy a lábmosás cselekménye, és akkor Péter azt mondja, hogy hát az én lábamat nem mosod meg soha. És akkor az Úr mondja neki, hogy hát erre szükség van, mert ha meg nem moslak, semmi köze nincs én hozzám. Erre Péter vált, és azt mondja, hogy hát ha ezen múlik, hogy közöm van-e hozzád, akkor inkább a kezemet is, meg a fejemet is, mert én nagyon akarom, hogy közöm legyen hozzád. Ugye ebben megint ott van az őszinteség, a szeretet. Mire az Úr azt mondja, tényleg így jobbról, balról még helyre kell tenni Pétert, hogy először nem engedi, akkor kell, most nagyon akar még többet is, az meg nem kell, elmondja, hogy aki a lábait megmosta az egészen, vagy bocsánat, aki megfürdött, az egészen tiszta elég a lábait megmosni.
Ez egy klasszikus példa arra, hogy mit jelent az, amikor valakiben ott van az az abszolút erős kötődés, szeretet, őszinte, tiszta, de még valami hiányzik, hogy ez a maga keretei közé kerüljön, értelmes módon fogalmazódjon meg és jelenjen meg, és adott esetben hallgatás legyen, hogy ne nehezítse a másik dolgát. Igen, azt lehet mondani, hogy az ő bűne volt az, hogy ő megtagadta az urat. Ugye Júdás elárulta, az egy külön történet, mondom, arra most nem térek ki, azt hiszem, hogy lesz úgyis témánk a következő alkalommal. De ha van még egy hasonló bűn, mert tényleg hasonló, azért a Péteri az nagyon durva, hogy ő azt a valakit, akit ennyire szeretett, egy az egyben letagadta félelemből. Azt mondta az úr neki, mikor arról beszélt, hogy valaki el fog járulni ezen az éjszakán, azt mondta Péter, hogy hát lehet, hogy ezekről el tudom képzelni, de hogy én nem, az biztos. Én tisztában vagyok az érzéseimmel, én mennyire szeretlek. És akkor erre mondta az úr, hogy jött a kakas, kétszer megszólal, háromszor megtagadsz, ugye, ha jól mondom a számokat, és ez úgy is történt. Igen, ő megtagadta az urat, ez igaz, de az egyik dolog, amit itt vegyünk számításba, az az, hogy azt olvassuk, hogy keservesen sírt utána. Én úgy olvastam, hogy találkozott a tekintetük egymással, az úr abban a helyzetben volt, nyomás alatt, a gonosz prekoncepciós kihallgatások pszichés nyomása alatt, és ott van egy tanítvány, aki megtette azt, amit tudta, hogy meg fog tenni. Tudta, de hát azért még fáj, hogy átkozódva és esküdözve tagadta meg. Tehát nem csak úgy általában. Az úrnak ez fájhatott, találkozott a tekintetük, és Péter ettől roppant össze, hogy az úrnak volt igaza, ő csalódást okozott az úrnak, csalódást okozott önmagának, mennyire fájhatott ez az úrnak, és nekem meggyőződésem, hogy Péter sírása, ez egy iszonyú keserves sírás volt. És abban különbözött a Júdásétól, hogy Júdás saját magát síratta meg a kárhozatot, amit kilátásba helyezett az úr annak, aki elárulja az ember fiát. Péter viszont meggyőződésem, hogy azt síratta, hogy fájdalmat okozott a mesternek, és hogy ő egy ilyen jellemtelen gyengelbennek bizonyult, holott annyira bízott magában. Ég és föld a kettő. Ahogy a folytatás is. A másik dolog, amit Péter védelmére el szeretnék mondani, és hát gyakran elmondok majdnem mindig, amikor ez szóba jön ennek a történetnek a kapcsán, hogy az igaz, hogy Péter tagadta meg az urat, de azt se felejtsük el, hogy a többiek már csak azért sem tagadhatták meg, mert nem voltak ebben a helyzetben. Csak János és Péter mert elmenni az Ananiás házához, a főpap házához, mert a János valahogy rokon volt, azt írja ott a Szentpap János evangéliumban, mert azt ő írta, és hát ő tudja igazán. És így, hogy ő rokon volt, meg tudta oldani, hogy bemenjen, sőt Pétert is bevigye magával, mert ők szerették az urat, és még oda is utána mentek. Noha fegyveresek fogták el a Getsemánéban. És azt olvassuk, hogy itt került sor különben erre a bizonyos párbeszédre, hogy három különféle spontán párbeszéd a jelenlévőkkel, ott melegedő katonák voltak, meg valami szolgálólány. És bocsánat, ideig csak úgy spontán mondta, hogy hát te nem vele voltál, te ismerős is vagy, meg galileai, vagy a beszéded is, ugye a dialektusod is elárul. És Péter annyira félt ebben a helyzetben, annyira hatott rá is, amit történt a mesterrel, meg ez az egész, hogy rájuk szakad, a tanítványi közösség idilli békéje után, az utolsó vacsorának a békéje után, hogy szegény Péter bepánikolt, és hát tette, amit tett. Na de, itt jön az, amit mondtam, hogy a többiek is szerintem ugyanezt megtették volna, nem akarom őket bántani, nem hiszem, hogy Péter annyival gyengébb volt náluk, csak a többiek már egy korábbi stáción elhullottak, tudnék, ők már a Getsemánéból elspricceltek és bezárkóztak, annyira féltek. Elnézést kérek, most egy nagyon buta hasonlat jutott az eszembe, de nagyon kifejező. Egyszer olvastam egy cikket arról, hogy miért kell vigyázni, hogyha nem vagyunk gyakorlott sofőrök és négykerék meghajtású terepen működő autót veszünk. Azt mondták, hogy négykerék meghajtású autóval az ember ott akad el, ahol már tényleg nincs segítség. Mert a kétkerék meghajtásúval hamar elakadunk, és ott tudunk segítséget kérni. A négykerék meghajtású meg bevisz minket a csalitba, és ott akadunk el, ha nem tudjuk, hogy hogy kell jól vezetni, mert messzebb tud menni, mert négykerék meghajtású, és ott már végképp nincs segítség. Most bocsánat, ez hirtelen belém jön, hogy Péter így járt, hogy a tanítványok már korábban
hogy mondjam, kihullottak a rostán, tehát ők még idáig sem mertek elmenni, mint Péter, ezért nem is kerülhettek ebbe a kísértésbe, hogy megtagadják az urat. Péter azért került ilyen helyzetbe, mert a többiekkel ellentétben ő tényleg annyira ragaszkodott hozzá, hogy kereste, és ilyen messzire elment vele. Bocsánat, a hasonlat érde, nekem ez volt most a kifejező, azért mondtam, mert ilyen módon talán érthető volt. A következő, amit feljegyeztem magamnak, hogy akkor látjuk helyesen Péter személyét, meg az egész életét, amit elég részletesen ír le a Biblia. Szerintem talán az apostolok közül az övé a legrészletesebb, nyilván Páltól eltekintve az egy külön történet. És Péternél az előtörténet a részletes, tehát a Krisztus mennybe meneteléig, Pálnál meg addig ugye nem is találkozunk vele, csak utána majd, amikor megtér. Mármint Pállal. Péternél azt látjuk ebben a nagyon részletesen leírt életútban, hogy milyen ragaszkodás volt benne, és az őszinte szeretetének az értékét, és ezt az Úr is látta szerintem. Mert néha tényleg olyan, hát olyan nagy türelemmel beszélt Péterrel, amikor az olyan hebehúrgya volt, vagy okoskodott, vagy beelőzött mindenkit a megszólalásával, és nekem meggyőződésem, hogy Péter hiteles, őszinte szeretettel szerette az Urat, ha valaki, akkor az Úr ezt jól tudta, és az Úr sajnálta és féltette Pétert azért, mert ilyen, mert tudta, hogy ebben a helyzetében, ezzel a felállással, a pozitív, tiszta motiváció és erős motiváció, és közben a hiányosságok nagyon nagy veszélyben van, és hogy nagy összetörjön. Ugye mondta is neki, hogy én azért imádkoztam érted, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Mert amikor megtagadsz, úgy fogod érezni, hogy te méltatlan vagy hozzám erre a szolgálatra, hogy mindennek vége, ez a 3,5 év hiába volt, és így tovább, és így tovább. Péternek az élete talán azt példázza, én azt gondolom, hogy ez, amit mondtam az előbb, az indíték, a szándék, a ragaszkodás, a szeretet, tisztasága, őszintesége, ez minden embernek példaértékű. Én azt gondolom, Péterre így kell tekintenünk. Az egy más dolog, hogy a hibáiból meg azt kell megtanulnunk, amit valaki egyszer úgy fogalmazott meg, nagyon tetszett, hogy az Úr azt mondta, hogy kövess engem, és ezzel azt is mondta, hogy ne szaladj elém. Tehát ne akar, és ő rendszeresen ezt tette, ahogy mondtam, hogy elévágott, okoskodott, mit csináljon az Úr, mit ne csináljon. Az Úr azt mondta, hogy fogadd el, fogd fel, hogy neked az segít, hogyha én megyek előtted, és akkor ugye nagyon szépen így írja a könyv, azt hiszem, egy Jelen Bágy könyvben olvastam, hogy az ellenség támadásai akkor rám hullanak, és nem te viseled őket, én pedig bírom és megvédelek. De ha előre szaladsz egyedül, akkor hiba jön hiba után, és ez így volt önála is. Ami nagyon érdekes, hogy Péter, most visszatérek egy kicsit a másik oldalt, erősítem, hogy iszonyú hibát követett el, és iszonyú fájdalmat okozott a mesternek azzal, hogy háromszor megtagadta átkozódva és esküdözve, ez borzasztó. De az életútja, a folytatása pontosan azt bizonyítja, hogy még innen is van visszaút. Még hozzá is volt remény. Ugye mondok egy ószövetségi példát, nem tudom hányan gondoltunk már bele ebbe, hogy ki volt Izrael első főpapja. Ugye Áronnak hívták, Mózesnek volt a testvére, és ki volt az, aki az aranybórjút öntötte, Áronnak hívták, és ő volt Mózes testvére. Ugyanarról az emberről beszélünk. És előbb volt az aranybórjús történet, a Sínai hegynél, a kivonulás után, pár hónappal. És azután, a Sínai hegyen történtek után, ahol Áronra bízta a Mózes a népet, amíg ő felmegy a hegyre a 10 parancsolatért, 40 napig volt ott, ha jól emlékszem, ez alatt a nép Egyiptomot éppen csak elhagyva, a 10 csapás tapasztalatát frissen átélve, a Vörös-tengeri átkelést frissen átélve, hetek, hónapok választották el őket. Ott a Sínai hegy lábánál, ahol az Úr fent van, ugye valami felhő is volt a hegyen, a nép kitalálta, hogy mivel Mózes már 40 napja oda van, hát akkor még nem 40, de szóval már sok napja, ment az idő, valószínűleg meg is halt, hogy neki kellenek valakik, akik előttünk menjenek, valami vezérféle, valami istenféle, nem is ember. És a népnek az volt a kívánsága, hogy készítsen nekik a felelős emberi vezető, Áron, akire átszállt ugye Mózes távolétében ez a felelősség, készítsen nekik, hát bárványt, nem tudom más, mondani, Istent. És akkor aranyból borjút öntött nekik Áron. Ugye
azért aranyból, mert hát ugye értéke legyen a báványnak, tőlük kért aranyat hozzá. Nyilván azért borjút, mert ezt Ápiszbikának hívják Egyiptomban az egyik ilyen hát karakteres isten szobrot, ilyen bávány szobrot. Nem véletlenül pont borjú lett. Bár Áron azt mondta Mózesnek, amikor Mózes számon kérte, az nekem mindig tetszik a Bibliában, hogy hát ő tűzbe dobta az aranyat, azt hát nézd már, hát ez tök érdekes, de pont borjú lett belőle. Hát nem tudom, hogy azóta hányan próbáltak aranyat tűzbe, de kétlem, hogy magától mindig borjú lenne, tehát annak azért segíteni kellett, hogy borjú legyen. A lényeg az, hogy Áron, igaz, hogy a nép nyomásának a hatására, de hát belevitte, vagy belevezette, vagy élen járt a néppel, ahogy tetszik, a báványimádásnak a reinkarnációjába, vagy újra beiktatásában. És hogyha azt mondanák nekünk, hogy na képzeld el, hogy ebből a népből aztán lett egy főpap, hát nem hiszem, hogy bármelyikünk Áronra gondolt volna. Voltak 600 ezeren fegyverfogató férfiak, én 600 ezrediknek gondoltam volna Áronra a sorba, biztos, hogy nem jutott volna eszembe. Én azt is csodáltam, hogy életben maradt, miközben egyébként a lévitákot kiirtották, a báványimádókat. Aztán egyszer valaki segített, megmutatta, hogy azt írja a Biblia, hogy Mózes azt írta, hogy ő is imádkozott Áronért, hogy nehogy erre a sorsra üssön, és az Isten megkegyelmezett Áronnak. Na, az egy dolog, hogy megkegyelmezett, hanem hogy ezek után megbízta ezzel a feladattal, hogy ő lesz a szakrális, a liturgikus rendszernek, ami ott a templomban folyik, az emberi feje, a főpap, és tőle származnak a papok. Hát, ezt nevezem én rehabilitációnak. Gondoljunk bele, hogy ez milyen csoda. Halkan jegyzem meg, hogy vezérnek nyilván gyenge volt, mert ez kiderült ebbe a helyzetbe, és tehát egy mózesi szereplő alkalmatlan volt. Ugyanakkor egy védett közegben egy szent szolgálatot végezni, úgy tűnik, hogy Isten alkalmasnak lát. Ez az Isten döntése volt, nem a mózesé, meg nem tőlem demokratikus szavazást tette Áront főpappá. Az Isten választása volt, egy sínai hegyi, bocsánat, kaland sztori, meg az aranybori öntése után. Miért részleteztem ezt ennyire? Mert valami hasonlót érzek Péternél is. Ugyanez az új szövetségben. Ott van 11 tanítvány, és Péter az, aki átkozódó és esküdözve megtagadja az urat. Igaz, én az előbb elmondtam, hogy hát a többiek hol voltak. Sehol. És ezek után Pétert visszafogadják a tanítványi körbe. Visszafogadják a tanítványok, és mondjuk azon kevesebb múlik, bár nem mindegy, hogy lelkileg mennyire befogadó egy közösség, egy munkatársi közösség, egy emberi közösség, egy hívő közösség. Az egy más kérdés, hogy nem ők döntöttek erről, hanem maga az Úr, miután feltámadt és velük járt még itt ezen a földön. És azt olvassuk, hogy ő maga rehabilitálta Pétert, nem is akárhogy. Most ezt nem úgy értem, mint az előbb, úgy is különben, hogy Áron, hogy milyen mértékű volt a rehabilitáció, hogy hogyan történt. Ez is egy híres történet, hogy ott vannak a tó mellett, és olyan spontán beszélgetés van ott az étel mellett, ha jól emlékszem, és kérdezi az Úr Pétert, hogy szeretsz-e engem. Hát én azon, hogy Péter elsőre is értette, hogy miről van szó, és mi a kontextus, hogy ahhoz képest, ami történt. És hát mit mondjon? Hát úgy volt vele, hogy amit én az előbb elmondtam, azt ő is tudta magáról, hogy neki nem a szándék, nem az indítékaival, nem a szeretetével van a gond, vele más gond volt. Ez a hebehúrgyaság, meg éretlenség, meg gyorsalkodás. És akkor az Úr másodszor is, ő válaszolt, hogy igen, és harmadszor is, és azt olvassuk, azt hiszem úgy olvassuk, most nem néztem frissiben, hogy Péter megszomorodott, mikor harmadszor is megkérdezte. Azt mondja, hogy te mindent tudsz. Hát te belelátsz az emberi lelkekbe, hát kár erről beszélni, de tudod, hogy szeretlek, és nem tudom, meg nem történtél tenni, ami történt. És ez igaz volt. Tehát az Úr nyilván tudta a választ azokra a kérdésekre. De akkor mi kérdezte meg? Hát nyilván azért kérdezte meg, mert ott voltak ezek a tanítványok, akik tanúi voltak Péter, annak, hogy Péter diszkvalifikálta magát, így mondanánk sportnyelven, kizárta magát ebből a feladatkörből, ugye nem a versenyből, de ebből a feladatkörből. És az Úr úgy szerette volna Pétert rehabilitálni a többiek jelenlétében, hogy ők lássák azt, hogy Péternek azért ezen az alázaton át kellett menni, ezen a beismerésen, és hogy azáltal, hogy tanúi ennek a beszélgetésnek a többiek, fogadják vissza Pétert, és ne legyen bennük kételjen, meg ne hordozzanak terheket, hogy hát ez milyen, meg ez megtagadta az Urat. És hát a Péternek is szembe kellett nézni önmagával, és vállalni ezt a helyzetet. Tehát ez egy isteni
bölcsességgel, tökéletességgel lefolytatott rehabilitálása volt egy embernek, akiért kár lett volna, ő érte is, hogyha emiatt eltávolodik az Isten ügyétől, meg Isten ügyének is kára lett volna, ha eltávolodik, mert Péter vezér alakká vált. Ahogy Áron főpap lett, Péter úgy lett vezér alak az apostolok között. Bocsánat, csak egy pillanat türelmet kérek. Bocsánat. Mikor vált vezér alakká, vagy mikor látjuk már ebben a szerepében? Pünköskor. Ugye a pünkös az egy külön érdekes történet, most nem megyek bele a részletekbe, mert önálló alkalom lehetne. A lényeg az, hogy egy nagy zsidó ünnepen, amin a világ minden részéről eljönnek a zsidók az úgynevezett diaszpórából, a szétszóratásból, a tanítványok megszólaltak, kicsit olyan lehetett gondolom, mint a Hyde Parkban, hogy a tömeg közepén úgy felállnak emberek, ki beszél, és az volt a fura, hogy ahogy ezek beszéltek, azok az emberek, akik zsidók voltak, de most nem tudom, mennyire tudtak zsidó, valószínűleg tudtak zsidóul, de ők más közegben nőttek fel, ők más nyelveket ismertek, más területekről jöttek. Azt hallották, hogy ezek a tanítványok olyan nyelveken hirdetik az ígét, amit ők ugyan ismernek, mert onnan jöttek, de hogy ezek honnan ismerik, akik galileai halászok, sosem mentek el onnan, nem utaztak. És felfigyeltek az emberek, és a történet erről szólt, hogy figyeljenek fel az emberek. És azt olvasok, hogy amikor ez megtörtént, tehát a jelenség maga figyelmet ébresztett a tömeg, bocsánat, a tömegben, akkor Péter apostol Péter apostol szólásra emelkedett, és gyakorlatilag ő prédikált. Tehát az üzenetnek a tartalmi részét elolvashatjuk apostolok cselekedeteiben a második fejezet, ha jól emlékszem. Egy olyan komoly prédikációt mond el Péter, amit csak ő tudott szerintem elmondani, mert valahol talán a megtérése is még mélyebb volt, mint a többieké, pont a kirívó hibája miatt, amit az Úrral szemben elkövetett, örök lekötelezettjévé is vált az Úrnak. Mert egy dolog úgy szeretni, hogy hát én megválogatom, hogy kit szeretek, meg ki szimpi nekem, hogy így mondjam, és egy másik dolog úgy szeretni, hogy én egy bűnből szabadított, egy kárhozat alá vetett, és onnan megszabadított ember vagyok, és én lekötelezett vagyok. Ez egy másfajta szeretet, ez egy mélyebben gyökerező és erősebb szeretet. És erre mondta azt az Úr, hogy akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Ez így működik. Ennek ez a törvényszerűség, és így is van rendjén. Péternek is több bocsátatott meg. És az a Péter, aki a szolgáló lány előtt szégyelte azt, hogy ő a Krisztus tanítványa volt, hát itt udvariasan, de nagyon határozottan mond dolgokat. Hogy a ti gonosz kezeitekkel fára feszítve megöltétek, ha jól idézem, a prédikáció egy részét Jézussal kapcsolatban. És a történtek nyomán, meggyőződésem, hogy nem a nyelveken szólás nyomán, hanem a Péter tartalma, a mondandójának a tartalma nyomán, hiszem 3000-en tértek meg aznap. Péter újra vezér alakká vált a tanítványi körben, de most nem úgy, mint korábban. Tehát régen az a aranyos, meg ragaszkodó, de hétköznapias Péter volt. Ez a mélyen megtért a Krisztusra már másként tekintő magát, nem olyan sokra tartó, sem a többiekhez képest, sem Krisztushoz képest Péter. Ez egy új Péter volt. Ez kicsit olyan, ha hozhatok megint egy példát, mint amikor Mózes 40 éves korában nagyon üt egy egyiptomi embert, mert hát 40 évesen ereje tejében úgy érzi, hogy tisztában van, úgy tűnik a küldetésé, hogy Izraelt ki kell, hogy szabadítsa, és magát Izrael szabadítójának tekinti. De Isten nem tekinti őt annak ekkor. Aztán eltelik 40 év a pusztában, akkor már Mózes nem tekinti magát 80 évesen, Midian pusztájában juhok pásztoraként, Izrael szabadítójának, ellentétben azzal, ugye, amikor fiatalabb volt, és Egyiptomban hát herceg volt. És hát Isten közül, hogy ő meg most tartja Mózest alkalmasnak a szabadítása, hogy most lesz szíves lemenni Egyiptomba és kihozni a népet, és ott egy egész furcsa párbeszéd van a csipkebokornál, de most arra nem térek ki. Azt akartam idézni, hogy amikor egy ember úgy érzi, hogy és valójában nem, és ezt csak az Isten tudja, ő nem látja. És amikor egy ember már úgy érzi, hogy nem, és azt mondja az Isten, hogy na hát akkor most vagy alkalmas. És Péter valami hasonlót élt át, mint Mózes szerintem, hogy ő egy ilyen, vannak ezek a természetes vezetők, így mondják. Péter szerintem egy természetes vezető volt eleve a tanítványi körben, ország a koránál fogva is. És ugyanakkor nem volt alkalmas a, igaz, minden szempontból erre, hogy vezesse is ezt a kis csapatot.
És úgy tűnik, hogy ez a mély megrázkódtatás, amit átélt éppen a tagadása, és utána a megbocsátás és a rehabilitáció révén, olyan lelki változásokat indított ebben, olyanokon ment át, amitől ő tényleg alkalmassá vált arra, hogy lelkileg vezesse ezt a kis csapatot. Utána is ezt látjuk. Annyit talán még róla, mert az időnk nagyon halad, bocsánatom többiekre, kevesebb idő, de hát ez tényleg egy komoly életút, hogy pár igelyet kiírtam magamnak, hogy utána mi volt. Péter utána is, ezzel együtt is, ellentétben a korábbi Péterrel, a régi Péterrel, a többieket elismerte társnak. Egy Péter 5.1-ben olvassuk, hogy ő, mint presbiter, társ köszönti a presbitereket, nem mint fő presbiter. Beszél főpásztorról, csak az az Úr és nem ő. Ő csak ugyanolyan, mint a többiek. Azt is tudjuk, hogy hibázott is, aztán ő se volt tökéletes, bár hatalmas dolgok történtek apostolok cselekedeteiben, ha jól emlékszem, ugye ő az, akiről, hogyha elvisznek ilyen ruhadarabokat vagy kendőket, még azzal is gyógyulnak az emberek. Hatalmas mértékben vette birtokba a Szentlélek Pétert. Ugye ő és János a főtanács előtt nagyon határozottan beszélnek, sőt meg is verik őket másodjára. És ez a Péter, mintha nem ugyanaz a Péter lenne, aki félt a szolgáló lánytól, hogy azt mondta, hogy ő is a Krisztussal volt már, mint Péter. És azt kell mondani, hogy nem ugyanaz a Péter, mert más emberré lett. Ezt mondta Sámuel Saulnak is, az első királynak, amikor felkente, hogy a Szentlélek szállt rád, elmész innen, és más emberré leszel. Ezt csak a Szentlélek tudja megcsinálni egy ember életében. És ezt érik át a megtért emberek, van, ahol ez látványosan jelenik meg, mint Péternél, van, ahol nem annyira. De az a lényeg, hogy aki megtér, az más emberré lesz. Van a Jézus ezért útban egy nagyon szép felsorolás, több ilyen tulajdonságot mond. Arra emlékszem, hogy például mondja, hogy aki korábban ledér volt, vagy nem tudom, hogy mondja, az erényes lesz. Tehát amik eddig negatívumok voltak, általában ami meghatározó és markáns egy ember életében is negatívum, az egy legyőzendő állapot lesz, és pont azokban lesz aztán erős. Pálnál is ez játszódik majd a különben, hogyha oda jutunk, látjuk. Péter tehát nagyon bátor lett, de ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna hibái. Galata 2.12-ben Pál arra utal, hogy volt, hogy feddenie kellett Péter, mert elkezdett képmutatóskodni szegény. Nem rossz hiszeműleg egy szituban, egy helyzetben. Nem volt mentes az előítéletektől sem. Apostolok cselekedete 10.-11. fejezete, ott a római százados és Péter találkozása. A százados teljesen kész. Isten lelke fel tudta készíteni, hogy most már explicit tanítást is elfogadjon egy keresztény vezetőtől, mint Péter, és az Isten elküldeti vele a hát ilyen futár vagy küldöttet, hogy hozassa magához Pétert, és Péter még javába imádkozik, és kiderül, hogy már mennek érte, de ő még mindig ott küzd az előítéletekkel, hogy ő tisztátalan nem. Ugye hát egy elképes történet, ott ételekről van szó, de Isten látta, hogy fel kell készítse Pétert arra, hogyha pogányok jönnek majd ide hozzá, az, hogy menjen el és tanítsa őket, mert ez az Úr akarata, akkor nehogy ezek a régi neveltetésbeli zsidó reflexek induljanak be, hogy ezek tisztátalanok, oda nem szabad menni, hanem hogy ők minden emberhez küldettek, hogy maga az Úr is. Itt is ő még azért jócskán a megtérése után vagyunk, de még az Istennek kellett háromszor ugyanazzal a látomással őt felkészíteni erre a küldetésre. Azzal zárnám Péter, bocsánat, sietek most már, a Péterről szóló szakasz legalábbis, hogy egyaránt indokolatlannak látom azt, hogyha Péternek túl nagy szerepet tulajdonítunk, az elmondottak hátterén is annak látom, ugye van olyan keresztény egyház, ahol őt meghatározó, alapító, rendkívüli előjogokkal rendelkező valakinek tekintik, még az apostolok között is. Ez nem egyezik Péter saját szemléletével, aki ugyanígy indult, ez igaz, tehát ő úgy érezte, hogy hát ő kitűnik a többiek közül, ha ezek mind megtagadnak, meg elárulnak is, én nem. Hát igen, egy ilyen Péterünk volt, de szerencsére a Szentlélek meg tudta változtatni, és ő már presbitertársakról beszélt. Tehát ő maga sem igényelt valamilyen kitüntetett szerepet magának az egyházon belül, sőt, ugye mártír halált halt végül, és a hagyomány szerint fejjel lefelé feszítette magát keresztre, nehogy a mesteréhez hasonló módon végezzék ki, ugyanakkor hasonló fájdalmas módon. Tehát indokolatlan ez a fajta interpretáció az ő személyének és állítólag hatalmi hagyatékának, ahogy az is indokolatlan lenne, hogyha az indítéka őszinteségét megkérdőjeleznék, akár az első életszakaszában is, amikor még hát nem érte át, amit át kellett, de ő már
akkor is szerette az Urat. És ebben van valami tanítás arra nézve is, hogy úgymond gyere, ahogy vagy. Tehát ha egy kicsit is fel tudta ébreszteni benned Krisztus a kötődést, a ragaszkodást, az érdeklődést, hogy elindulj felé, akkor ne várj arra, hogy majd, ha kisúvickoltad magadat, mint a cipőt, kifényezted magadat, és önerőből kész vagy, majd akkor méltó leszel és csatlakozol hozzá, hanem menj úgy, ahogy vagy, csak hát nem maradj úgy, ahogy vagy, hanem engedd, hogy hasson rád. És ez egy gyorsan rá is fordulok, bocsánat, a másik témánkra, Jakabra, bocsánat, Jánosra először. Ugye hát János apostolról elég sokat tudunk, csak sokszor nem tudjuk, hogy róla tudunk, mert a János evangéliumában ő magáról ír, de nem nevezi néven magát, hanem az az ifjú, aki Jézus mellett ült az utolsó vacsorán, és mindig olyan diszkréten ír, János szeretett volna háttérben maradni. Úgy tűnik, hogy ő tudatosan írt egy komplementer evangéliumot, a három másik meglévő az, amelyik párhuzamosan tárgyalták nagyjából Jézus életét, ugye szinoptikusnak, együttlátónak nevezik ezeket, mert nagyjából ugyanabból a perspektívával mondják el Jézus élettörténetét. János, aki utóbb írta időben, negyedikként írja időben, ő már ismerhette a másik hármat, úgy tűnik, hogy egy tudatos kiegészítésre törekedett ezzel, és ennek a jegyében született az evangélium, ahol ő nyilván, mint Jézus életében közeli szereplő, amiről az elején beszéltem, hogy ők hárman mindig ott voltak, Péter, János és Jakab, ő sok mindent el tud mondani, amit talán a másik három evangélium nem is, viszont ezt nem arra használta, hogy mindig ő exponálja magát, hogy és akkor János ott volt Jézussal, hanem mondom, olyan diszkréten ír erről a szövegben. Ha már itt vagyunk, ugye az elején nem mondtam, azt hiszem, hogy Márk 13.3 szerint pont ezek az apostolok, akiket itt felsorol a mai címünk, tehát nem az egész tanítványi kör, voltak ott Jézus mellett az olajfák hegyén, amikor megkérdezték tőle, hogy micsoda jele lesz a te jövetelednek és a világ végének, ha már arról beszélsz, hogy itt kőkövön nem marad. Tehát ott is egy szűkebb kör volt ezek szerint, ha Márknak hihetünk, és miért ne hihetnénk, és ebben is benne volt természetesen János. Ugye Márk 3.17-ben olvasunk arról is, hogy ő a mennydörgés fia volt Jakabbal együtt. Úgy tűnik, ez egy ilyen családi adottság volt, valószínűleg genetikai is, meg neveltetésbeli, hogy vannak ezek a nagyon hirtelen, meg határozott, meg temperamentumos emberek. Én azt gondolom, erről már beszéltem, hogy ez egy félreértett szeretet. Tehát látszólag nagyon szeretik az Urat, mert akár ölni is képesek érte, de meg kell különböztetni azt a fajta szeretetet, amikor valakiért az ember képes harcolni, és közben másokat büntetni, másoknak kárt okozni, tehát ahogy például Péter Mákeusnak levágta a fülét később a Getsemáné kertjében, hogy most az az igazi szeretet, hogyha én másokat győzök le, vagy az az igazi szeretet, hogyha valakiért magamat megtagadom, és magamat győzöm le. Ugye van ilyen az ígében, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki egy egész város be tud venni. A szem példa 16.32, most nem néztem meg külön. Tehát jobban hosszú tűrű az erősnél. Tehát aki maga egy tűrtőztetni tudja, az jobb annál, mint aki effektív erőt tud kifejteni. És aki uralkodik a maga indulatján, ugye hát ez ugyanaz a gondolat, csak újra ez ilyen Héber költészet, hogy megismétli más szavakkal, aki nem a másik emberen, hanem a maga indulatán tud uralkodni, az jobb annál, mint aki egy egész város bevesz. Kedvenc történelmi alakom egyébként az egyik, az Nagy Sándor. És az élő példája annak, amiről beszélünk, hogy hát vele szemben aztán tényleg senki meg semmi nem tudott megállni, de magá meg nem tudott uralkodni, egy eléggé, hogy mondjam, önfelélő életet élt, és akkor finoman fogalmaztam, tehát élő illusztráció annak, amiről beszéltem. János is az a típus volt eredendően, aki úgy tudta jobban megmutatni a szeretetét, hogy mit képes a mesterért megtenni mások kárára. És ebből a Jánosból lett, ugye a szamaritánus falut már nem ismétlem meg, azt meséltem korábban, lett egy olyan János, hogyha valaki elolvassa János első, második és harmadik levelét, akkor azt mondja, hogy hát ez hamisítvány, mert az kizár dolog, hogy ilyeneket tudott írni az a fickó, bocsánat, hogy így mondom, aki hát ennyire erőszakos hajlamú volt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak szépen. A válasz egyszerű, ugyanaz, ami Péternél. 3,5 év Jézussal, János esetében olyan nagyobb trauma nélkül, mint Péternek volt a tagadás és utána a rehabilitáció. Ez a 3,5 év olyan munkát végzett Jánosban, mint hogyha kicserélték volna. Mint hogy ez nem az a János lenne. Szeretetről ír, elfogadásról,
Persze ír a bűnről, meg ahhoz, hogyan viszünk, tehát nem megalkuvásra tanít, és nem veszít erejéből az evangélium, de olyan jóságos. Ugye tény, hogy idősebb is volt már ekkor, nagyon idős, amikor a leveleket írja, de ez is azt mutatja, hogy miből mi lehet az ember, hogy amit az előbb mondtam, ugye, hogy ellentétére változik, tehát az a mennydörgés fia az egy nagyon szelíd emberré vált például. Ugye Jakab, a testvér, ő rá is az igaz, hogy hát innen indul, tehát ebből az alapállásból. Róla viszonylag kevesebbet tudunk, róla azt tudjuk, hogy neki adott az a, nem tudom, nevezhetjük ezt kiváltságnak, talán igen, hogy ő elsőként adhatta az életét az Úrért. Amennyire tudjuk, egyébként minnyáján mártír halált szenvedtek itt vagy ott a birodalomban idővel, talán János nem, ő arról is vannak olyan hagyományok, hogy őt is megpróbálták, de nem sikerült, az tény, hogy Pátmoszra száműzték. A lényeg az, hogy Jakab ebből a hármas bizalmi körből, akik Jézus körül voltak, ő az, aki közülük is, meg hát a tágabb körből is, hogy Júdástól eltekintve, ő az, aki először meghal, áldozatul esik az üldözéseknek, Heródes, aki akkor már ugye Nagy Heródes egyik leszármazottja, csak ugyanez a neve, látja, hogy a népnek, bocsánat, hogy így mondom, hogy bejön, ugye, mert hát milyen idők voltak, egy ilyen kivégzés, szörnyű, hogy ezen a háttéren megpróbálja Pétert is kivégezni, hogy még népszerűbb legyen ezáltal, politikai tőkét akar kovácsolni. Csak hát az Isten azt nem úgy látta jónak, és Pétert kimenekíti abból a börtönből, abból a tömlöcből, ahol fogva tartják, majd olvassuk el. Apostolok cselekedeteiben található ez is. Nem néztem meg frissen, talán a 12. fejezet. Az egészen különleges történet, külön szépsége az, hogy az Isten kihozza Pétert a többszörös őrség mögül egy angyallal. Péter az utcán érti meg, hogy nem álmodja, ami történik, hanem ez valóban történik. Aztán elmegy a helyi gyülekezethez, ahol éjszaka imádkoznak azért, hogy az Úr mentse meg őt. És egy Rodé nevű szolgáló lány, ugye néha vannak ilyen mellékszereplők a Bibliában név szerint, azért, hogy a kortársak azok megkereshették, meg rákérdezhettek, hogy élte ilyen, ha élt még meg is kereshették, hogy ez tényleg így történt, és nem mondhatod, hogy tényleg így történt. Tudnék, hogy oda ment Péter, kopogott, azok imádkoztak, kiküldték a szolgálólányt, hogy nézze már meg, hogy kikopog ilyenkor, és hát az meglátta, hogy Péter, és nem is mondott semmit, kis nyitotta az ajtót, örömébe ott hagyta, és visszarohant, hogy hát Péter van itt. És akkor mondták neki, hogy hát nem lehet Péter, hát Péter tömlözben, most imádkozunk érte, hogy kiszabaduljon. És egy örök példa nekem az imádkozók hitére, hogy milyen érdekes, hogy megtörténik, amiért imádkoznak, és fel sem merül bennük, hogy hát de megtörtént, amiért imádkoztak. Most csak egy betét volt, ugye nem a fősodorba tartozó dolog. Azt gondolom, hogy ezen a ponton is elmondanám, és ezzel zárnám a mondandómat, amit hát az összes apostol többé-kevésbé számbavétele után tudnék, hogy mennyire különbözőek voltak, de mind ugyanabba az irányba járt be egy utat, tudnék Jézus felé, a képmás felé, a példakép felé. Mivel nem azonos volt az induló pozíció, ezért az út sem volt azonos nyilván. A cél, ami felé haladnak, az azonos. És ebből a szempontból érdekes, hogy mi is, kiki, milyen háttérről neveltetés, vallás, nem vallás, ateizmus, stb. Erkölcsi normák hátteréről indulunk el Isten felé. És ezen a háttéren ajánlanám mindenkinek a figyelmébe hasonlát a 107. Zsoltárt, ami arról szól, hogy Dávid itt, mint egy külső szemlélőként azt veszi számba, hogy milyen embercsoportok vannak ebből a szempontból, én erre ismertem rá különben, legalábbis, hogy milyen tipikus emberi csoportok, indulóhelyzetek és életutak vannak, és azon lelkesedik Dávid, eszembe egy 4 ilyet vesz számba, azon lelkesedik, hogy milyen csodálatos az Isten kegyelme, hogy mindegyik csoport esetében, hogy munkálkodik és tud mozdítani. Vagyis minden emberhez van remény. Ne írjunk le senkit. Pál apostolra majd onnan később térünk vissza, hát a zsidók joggal, a zsidóból lett keresztények joggal leírhatták, hát üldözte őket életre halálra, ki hitte volna, hogy át fog állni a soraikba, és ő lesz a zászlóvivő, úgyhogy csak győzzék tartani vele a lépést. De ez már inkább ugye műsorajánló volt, ha lehet így mondani.
Most maradjunk annál, ami a mai témánk. Én köszönöm szépen a figyelmet, a türelmet. Igyekeztem tartani az időt. Elnézést, hogy kicsit aránytalan voltam, de tény, hogy Péterről tudunk a legtöbbet, ezért szántam rá a legtöbb időt. Még Filipre legközelebb megpróbálok kitérni, hogy ne maradjak adós ezzel és Andrással. Bár róluk tényleg kevesebbet tudunk. Filipről egy kicsit többet, Andrásról még kevesebbet. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor itt leállítom a felvételemet, illetve a beszélgetést még folytathatjuk.